Dr. Kolarovszky Tamás a műszerkesztője, a József Attila Múzeum közreműködésével a Nemzeti Kulturális Alapnak köszönhetően jelentethette meg kötetét. Én azt gondolom, hogy mi, mint kulturális vagy közgyűjteményi intézmény, akiknek az alapfeladata tudományos feldolgozás, történeti, néprajzi, képzőművészeti feldolgozás, ebben mindenképpen segíteni kell ezeket a szerzőket. A Nem kérek kegyelmet című könyv forrás munka, mely Jáni Gusztáv a II. Magyar Hadsereg parancsnokának 1947-es népbírósági perére épül, akit még ugyanebben az évben, november 26-án kivégezte. Többek között azzal vádolták, hogy Magyarország fokozottabb háborúba sodródásának megakadályozására nem törekedett. Tudtuk meg dr. Kolarovszky Tamástól, a műszerkesztőjétől, aki a hétköznapokban jogászként tevékenykedik. Én úgy gondolom, hogy szeretnék emléket állítani egyrészt a könyvvel neki, mert az nem volt eddig publikálva. Jelentek meg róla cikkek, jelentek meg róla különböző írások, illetve jelent meg róla egy szemelvény, egy könyvbe, egy dokumentumregényben, de igazából így egységes szerkezetben még senki nem olvasta, senki nem jelentette meg. És ezzel az a célom, hogy az olvasó majd saját maga döntse el, végigolvasva a 47-es iratokat, hozzáolvasva az akkori sajtónak a termékeit, valamint a 93-as rehabilitációt, hogy a saját jog és igazság érzete alapján el tudja dönteni, hogy a tábornok bűnös volt vagy áldozat. A kötet megszületéséhez segítségével hozzájárult Galli István nyugalmazott ügyvéd is, aki Jáni Gusztáv kirendelt védője volt 1993-ban, amikor felülvizsgálták a 47-es pert. Az igazság felderítése azért az mindig fontos. Másrészt egy kiváló ember, kiváló katona volt Jáni Gusztáv, egy vallásgyakorló evangélikus, egy kiváló hazánk fia, aki mártír sorsú volt, és hát a becsületét ugyan visszaadta a legfelsőbb bíróság, de a rendfokozatát még nem kapta vissza hivatalosan. Hát jó lenne, ha azt is megkapná. Dr. Kolarovszky Tamástól azt is megtudta stábunk, hogy az elkövetkezendő időszakban egy dokumentumregény megírását tűzte ki célul.